Sziasztok! Máma szerver bemutató videó lesz, amit már mondtam, lesz szerver sorozat, szerver élet sorozat. Ezen a szerveren, amin most vagyunk, majd az IP-t leírásba lerakom. És most akkor bemutatom, hogy maga a szerver milyen, és hogy ezen milyen jó lenne, ha nem csak 10 játszanak olykor rajta, hanem sokkal többen, mert szerintem nagyon jó szerver. Én kifejezetten tetszik nekem építeni. Végül is igaz, hogy a telkünk az föld, de van jó közös menye, amit mindjárt meg is mutatok mindent itt ezen a jó kis szerón. Na, akkor először is először akkor megmutatom a bányát. A bánya... Azt a rovat, ez itt most mi? Na, azért. Na, itt van a közös bánya. Tudunk vásárolni mindenféle csákányt. Lemegyünk a lépcsőn, itt van. Elég nagy területű, szóval szerintem végtelenségig kinyúló talán még. Aztán tovább megyünk, itt a fatelep, ahol mindenfelé mindenféle fát lehet találni. Ahogy látom, a padló, igen, az ilyen dzsungelfaszerűség, itt nyírfa van. Aztán meg arra följebb is, arra meg tölgy, meg ilyenek. Szerintem ez így nagyon jó, hogy a nyersanyagokat egy helyen be tudjuk gyűjteni. Egész jó elképzelés, és tényleg azért hasznos, mert ha valaki bányászik, egyből tud venni fát. Aztán... Hát mi van még? Ahol kezdjük a játékot, ahol természetesen regisztrálnunk kell, az... Hát most ezt nem így akartam. Ja, amúgy itt van Super Diesel is, csak most még nincs mikrofonja, és ezért ő még nem tud itt lenni. De majd a sorozatban már lesz mikrofonja, szóval akkor már jó lesz. Na hát, ilyen jó nagy telkek vannak. Természetesen, mint minden szerveren, ez is ingyenes. És... Hát, elég nagy, igen. Na, hát... Ez hozzáfűzni szerintem nem kell semmit. Amit mi építünk, az meg már külön dolog. Aki tud szembet építeni, az szembet épít. Aki nem, az nem. Aki szánra írjuk, az megépíti. Aki nem, az meg félbehagyja. Mi most rászántuk az időt, és mi megépítettük a házunkat. Egy kis istálló valami, hát nem néz ki nagyon istállónak, de... De hát, mégis azért... Azért kell ilyen bunkerszerű építményt építenünk, mert nehogy megöljék a lovat. Az ajtók természetesen le vannak védve, ezért más nem tudja kinyitni, és ha kiüti, nem, igazából nem is tudja kiütni, na, így mondom. És akkor további extrák, akik vannak, amit tudunk építeni. Maga ez az egész szinten nagyon jók a parancsok is, mert elég könnyű. Például a Lazuricraft szerverén be kell írni az egészet, most az kis szabad területet csináljunk magunknak. De jól van, ott be kellett írni ezt az egészet, de itt ez le van egyszerűsítve így, szóval ez így szerintem nagyon jó. A játékos hozzáadása telekhez is sokkal könnyebb. Viszont is tudom, hogy az-e. Ja, itt nem az, itt nem az, nem az. Van a szabad.
ez is egész, sőt, nagyon szép, mert nincs agyontúrva. Nincs agyontúrva, és szép építmények vannak, amik dekorálják ezt az egészet. Dick, de szexi vagy. És nem is tudom, van egy ilyen, vagy azt hiszem van, de azt még nagyon nem használtam. Igen, van bolt. Sok szerverről hiányzik, de van. Itt van mindenféle gyapjút, mindenféle blokkot itt meg lehet találni. Persze azért, mint mindenhol, az itt is fizetni kell érte. De szerintem ez így nagyon jó, hogy itt mindent meg lehet vásárolni, ami ilyen egyéb dolog. Igen. És maga az építmények is nagyon szépek. Magyar zászló van elvileg mindenhol. Ezt a tornyot még nem is láttam. Igen. Oh. Mindegy, újra csatlakozunk. Hops. Valami bibi van itt. Na, jó. Hát igen, ez minden szerverén megesik. Hála Istennek, ez nem olyan, mint a... Nem olyan, mint a... Hogy elmondjam, a Minecraft, hogy... Hogy mondjam, ott igazából annyian voltak a szerven, hogy egyszerűen nem tudtál felmenni. Csak akkor, amikor egy gyerek lejött, és akkor már egyből egy másik felment. Ez nagyon idős idő volt. Itt nincs ilyen probléma, csak egy kicsit többen kéne lenni. Hops, közben nyakak. Hát igen. Van mindenféle dolog, van mob aréna, ami nagyon gyönyörű. Nagyon szépen meg lett építve. És tényleg nagyon jó. Vannak különböző eventek. Van ez a Spliff aréna. Ez is tök jó. És ha jól tudom, van valahol Hunger Games aréna is. Igen, és ugyanígy itt is rangokat is lehet vásárolni. Amíg szerintem ezen a szerveren még talán meg is éri, mert egész jó. És minden fontos információval itt el is látnak bennünket a kezdőponton. Aztán igazából parancsok, hát az majdnem ugyanaz. Talán. Nem is tudom, mi nézik annak. Ez mi? Meg lehet teljesen halni? Na, ezt nem is tudtam. Nagyon sem visszamaszk a tudcai. Miért? Jól van, legalább most teljes életem. Milyen varpok vannak? Bolt, bánya, kettő. Na, azt még nem csinálom, azt még nem is próbáltam. Farmászás, farm, fatelep, homoktelep. Ice jump, kapuk, mob arena. És mindenféle dolog, amivel ki lehet kapcsolódni ezen a szerverem. Nézzük meg most ezt a farmászást, mert azt még nem láttam. Na. Tilos minden csalás. Jó és poti. Tilos harcolni. És a set home szigorúan tilos. Back használt tilos. Eredmény automata, nem kell senkinek szólni. Cuccérért nem adunk feleséget, tedd be ebbe az ember chestbe. Jól van. Na, mi van ide?
Jó, elolvastam. Ajha. Na, próbáljuk ki. Aj. Na, nem áll, hogy ennyire béna vagyok. Azért én se lehetek ennyire béna. Na, ahogy látjátok, elég sok mindennel ki lehet itt kapcsolódni. Mi van? Ja, túlságosan szélére álltam. Na, basszus, ne hülyéskedjél velem. Na mindegy, ahogy láttátok, eléggé jó elfoglaltságok vannak. Farmászás, stb. Kiszerem a tudszómat. Nézzük meg, ahogy látjátok, van, ahogy igen, van két bánya. Ej, hány pedig vas, na ez az már jó. Látjátok, ezért érdemes ide följönni. Mi volt ez a bug? Mi az a bug? Mi van itten? Jó, most nem bugolok annyira. Ja, hülye vagyok, lehet, hogy itt még nem lehet. Spawn ponthoz közel van. Na hát nézzünk körül. Egy jó szakadék, ami dugig van, elvileg nyersanyaggal. Ami nagyon tetszik nekünk. Hát ez a fal is, gondolom azért van itt, hogy arra nem kéne menni. Na, hogy látjátok, igazából bánya, hát ez szokványos bánya. De viszont... Jó, hát jó a közösség. Itt szerintem, ha fejet kell a szerverre, mi velünk is tudtok beszélni minden, mert mi állandóan szinte fölmegyünk ezen a szerven. Hát jó van, azért nem állandóan, mert nem vagyunk annyira Minecraft függők, hogy most egész nap fenn legyünk, de akkor is Creeper! Anyád. Na. Akkor. Hát igen, van ez a warp, és ahogy látjátok, még van egy csomó minden. Például... Lehet enchantolni, de azt külön kell? Ja nem, kell külön. Miért nem tudok erre rányomni? Most komolyan. Ne hagyjuk. Ha, nem javulsz meg? Ez érdekes, nem nincs. Hát... Végül is... Így a warpok, hát ezt mindenki meg tudja nézni, szerintem itt nincs is más, amit a warpok. Nézé. Fatelepoz a bányában van, hogy már mondtam, meg minden. Na hát ezt nem így akartam. Így már jobb. Ja, hát igen, és ha valaki nagyon itt szeretne lakni, ahol mi vagyunk, az, nem is tudom, kis fizetség fejébe lakhat nálunk, kb. Egy hétig, többig biztos, hogy nem. Vendégeket nem szeretek nagyon fogadni, egy hétnél további. Van szép szobánk, lenne a bányában. Hát igen. Máshol nincs felesleg. Én nem szeretem, ha feljebb vannak az idegen emberek, akiket nagyon nem ismerek, ezért lent, igazából itt földbe lászóval tinektek is ugyanúgy a bányába kell. Hát mindjárt, hova tűntek a szoba? Ja, itt ide csináltam. Hát például egy szoba így néz ki, ezt még fel lehet dobni kérésre, meg is csinálom. Mindenkinek szépre, jóra. Na. Ezt nem én raktam le.
Hát igen, és amíg mi bányázgatunk közben, elég hosszú folyosók kijönnek, szóval szobák, annyit tudunk, mint állat, de szerintem jobban megéri, ha valaki vesz magának egy ingatlant, telket, és ne zaklasson minket inkább akkor. De viszont, ha valaki nagyon szeretne nálunk lakni, akkor szívesen. Na, akkor szerintem ennyi lenne, mert ezt a szervert így nagyjából összefoglaltam, nem is tudom hány percbe. Ja, hát igen, hát akkor ennyi lett volna. Gyertek fel a szerverre, IP a leírásban, sziasztok!